Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Én szeretem ezt a kártyát, és érdekes ezt úgy átnézni ezen, hogy mit jelent ez a kép számunkra. Az érmék jelentik a föld elemét, azok a reális dolgok. Az érmék mutatnak az anyagi helyzetre is, és az értékekre. Ez kihat a szerelmi élet területére is, ha ti értékesek vagytok számára, vagy ez a kapcsolat értékes számára. A háttérben ott van ez a szent kép, és négy érem, az mutatja a biztonság érzetét. Azt is, hogy jóra alakulnak a dolgok. A négyes szám utal erre a biztonságra, az anyagi biztonságra is. De mint ahogy ez a kislány mutatja ezen a kártyán, ő nem ezt a képet látja, ő nem ezt a biztonságot nézi meg, hanem van még egy érem a kezében, lehet, hogy az utolsó érem, és arra figyel oda, lefele tekint, szomorú, félelmei vannak, hogy elveszít valamit. És pontosan ez most az ő gondolata, hogy elveszíti a munkáját, vagy kevesebb lesz a pénz. Ha elgondolkozik a párkapcsolaton, akkor is vannak félelmei, hogy ti elhagyjátok őt, összeomlik minden, lefele tekint. És ez utal arra, hogy ő most nagyon bizonytalan. Viszont, ha ő megfordulna és látná ezt az ablakot, vagy ezt a szent képet, akkor az számára megnyugtató lenne. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható a négyes szám, és az utal a biztonságra, az anyagi biztonságra, de kihat az érzelmekre is. Neki szüksége van a biztonság érzési, neki szüksége van a biztonság érzetére minden területen. Ő most becsukja a szemét, és érzi a belső erőt, ezt a hitet. És ő úgy érzi, úgy gondolja, itt lesz egy kiút, de ami ott körülötte van, ez a szürke felhő, ezek kihívások, ezek nehézségek, kiváltanak nála félelmeket, de most azt tanulja, hogy ne ezt nézze, hanem befele tekintsen. És ha köztetek van egy ilyen lelki kapcsolat, akkor tudja azt, hogy ti adjátok az erőt. Ez a párkapcsolat erősíti őt, és lesz egy kiút a kihívások ellenére. A következő kártya azt mutatja, milyen lépéseket tesz irányotokba, vagy mit közöl veletek. Itt ezen a kártyán ez a kettes szám utal kettőtökre, te és ő. Itt nincs most harmadik személy. Ez mutatja az érzelmeit, a vágyait, az álmait, erre utal a hold energiája. De mint ahogy ő is befele fordul, ti is befele tekintetek, és ez utal egy lelki kapcsolatra. Van köztetek ez a gondolat, ezek az érzelmek, mondhatnám telepátia. Ez a kettes szám utalhat
szerződésekre is, mint például egy munkahelyi szerződés. Előfordulhat, hogy ő bizonytalan, nehézségek vannak, munkát keres, és ez érezhető ennél a jóslásnál. Viszont fontos a belső hit, ez a belső erő. A kártya középen mutatja a napi energiát, egy lelki üzenetet. A természet ad most számodra erőt, amire szükséged is van, és kell egy kis pihenés. Ez volt a mai lelki üzenet, amit én üzenni szeretnétek nektek. A Facebookon van két oldalam, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, és ott találhatjátok a napi üzeneteket, a napi energiát a maja naptár szerint. Azt is, hogy mikor indul egy új hullám, mikor nyílik egy égi kapu a plejádok felé, és amit még olvashattok, a hold energiája, teli hold, fél hold, új hold, és a gyógynövények, az én saját gyógynövény kártyacsomagomból. Leírom azt is, hogy mit jelent, és mire használhatjátok ezeket a gyógynövényeket. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!